aki egyébként házon belül az egyik legjobb svájci játékos, hogy érdemes tőle tanácsokat megfogadni. Egyébként sokan szokták kérdezni tőlünk, hogy mi pontosan mit azok, amiket megcsináltunk az AD Remasterben, és miben különbözik ez a játék az alap eredeti svájctól, ami 2001-ben megjelent. Dolgoztunk sokat grafikát, árnyék renderelést újraírtuk, a kerekek forognak, a lánctalpak mozognak, a fák lengedeznek, ezek semmi nem volt megcsinálva a régiben. Textúrákból nagyobb felbontásúakat használtuk, ezeken javítottunk. És ami viszont nem a grafikát illeti, ez az egyik, amit már korábban említettem, a multiplayer rész, ami már teljesen használhatatlan volt a GameSpy megszűnése miatt az eredeti játékban. Ezt most újraírtuk, és most, hogy már egy hete meg is jelent a játékunk, úgy látszik, hogy teljesen aktív közönsége van az online multiplayernek. Napközben mindig lehet találni játékokat, úgyhogy ez ezzel egy jó látni. Kicsit remasztereltük a hangokat is, a zenéket, de úgy, hogy abból próbáljuk megtartani az eredetit, mert az egységeknek a beszédei az mindenkinek a szívében úgy van, ahogy van, és annak úgy is kell maradnia. A user interface-t újra rajzoltuk, tehát minden menü, ami kint van, minden panel, a minimap, mindenféle ilyesmi dolog. Ez most már HD felbontású, újra lettek csinálva. Fel van készítve a játék bármilyen tetszőleges képarányoknak a kezelésére, tehát akár szélesvásznú monitoron is játszhatsz, 4-3-as monitoron is játszhatsz. A menüben lehet, hogy nem lesz mindig az egész, nem fogja mindig az egész képernyőre kitölteni, de a játék közben teljesen akár 32-9-es monitoron is játszhatsz. Melyik volt a legnehezebb része a fejlesztésen? Sok technikai dologba kellett belenyúlni, és akartunk belenyúlni úgy, hogy nagyon vigyázni kellett rá, hogy ne roncsunk el semmit. Egyrészt hibákat ne okozzunk, mert azért ez már egy 18 éves kódbázis. Sok olyan kódrészszer, amit még annál is régebbi dolgokhoz elhoztak, úgyhogy egyrészt ez egy érdekes feladat volt. És nem csak emiatt, hanem arra is figyelni kellett, hogy a dizájnját ne változtassuk meg a játékban. Tehát, hogy ez még mindig a svájc legyen, csak egy kicsit feltupírozva, szépítve és így a mai elvárásoknak megfelelően újra dolgozva megfelelően. Meg lehet venni itt a konzolvilágás, a dobozos változatot, és aminek kimondottan örülök, hogy van valami Forza Edition is. Az egy kicsit drágább, de sikerült itt nyomt csinálni a dobozos változatot, ami valóság nem annyira jelent. Most meg lehet felsenni a így van. És utána, hogyha odahozzátok hozzánk a svájnos kulcshoz, akkor lehet érte nyerni a különböző dolgokat, hogy hajrá. És még igyekeztünk, hogy minél olcsóbb maradjon a játék. Tehát szerintem a 10 eurós ára, amit most Steamen elkérünk érte, az szerintem mindenkinek megfizethető, aki szeretne játszani a játékkal. Reméljük, hogy ez is hozzátesz ahhoz, a közönséget feltámasztunk, és ne akadályozunk. Illetve természetesen, ha nem felejtettétek el, és van a fekete Mastercard-os négy kártyátok, akkor négy olcsóban tudtok hozzájönni, illetve azzal 20% kedvezménynek van a konzolvilágnál. Illetve még amúgy sok helyen, szimbóliának jelenleg, érdemes kiváltani. Mi történik most? Vezetsz el fél? Nem, ez egy határozott meg. Nem tudom jelenleg, hogy állok, most nagyon koncentrálok el. Hát én amit látok, az az, hogy ellenfeledben 888 pontja van neked, 451. Szóval mondhatnám, hogy fejfej mellett vagytok, de nem így van. Nem akarnék túlozni. Jaj, mennyire? Már van tovább, mint a sítást!
Úgyhogy ha elbizonyosodhatóval, akkor elég nehéz helyzet megerőm. Mennyi lett az állás? Hát az állás nem akarod azt tudni szerintem, Patrik. Maradjunk annyiban, hogy a holdott tudatlanság állapotát tartsuk meg. Nos, hát ez a Schwein HD Remastered Edition, a Kai Gamings-től. Elképesztő egyébként, nekem tényleg nagyon nagy örök volt a zsírügyet foglalkoztat, és reméljük félek, hogy feltámad az a régi játékos bázis, és ismételten sokan fogtok játszani. Viszont nekünk lejárt az időnk erre a programra. Patrik, egy gyors élmény beszámolod, milyen volt, hogy érezted magad? Hát jó volt, mert a vége fele már kezdtem kapvizsgálni, hogy pontosan mit kéne csinálni. Azért kaptam segítséget, amit utól innen is köszönöm. Jó, egyébként én régen tényleg játszottam vele, és én akkor is szerettem. Most azt hiányoltam, hogy nem nagyon hallottam, vagy csak nagyon halkan volt a narráció. Az egyébként az a narráció az akkor idegesít, amikor vesztésre állsz. Na, tehát ezen kívül egyébként, hát jó volt szerintem. Én nem szégyenkezem, hogy egy fejlesztő ellen most sikerült veszítenem. Szerintem azért a vége fele már kezdtem kapvizsgálni, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, uram. Mi is köszönjük, hogy eljöttetek, meg eljöttetek minket, úgyhogy meg a sok figyelmet, amit kaptunk. Mi pedig köszönjük, mert most mindenki végig köszönjük mindent, de hogy egyébként mi is köszönjük, hogy foglalkoztok ezzel, és hát akkor további sikeres munkát és kitartást így a jövőre nézve, és akkor sok sikereket nektek. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk. Nagyon nagy tapsot szeretnék kérni a Kite Games-nek és Amphibian-nek.